előadások énekeltek és verseltek a Mikulásnak a nyíregyházi városházán. A kicsik szaloncukrot kaptak a műsorért. A gyerekek nagyon várják a mai szakát. Ajándékot és édességet fognak reggel a csizmájukban találni. Anya, felírta a Milka csokit. Én pedig még egy új bagolyos könyvet kérek. A kicsik azonban már nem csak Mikulás csomagot várnak, ennél komolyabb ajándékra is számítanak. Egy katicalányt. És te? Én egy Mulán babát. Hát a mesehősből az egyik. A Mikulás hagyománya a vallási eredetű. Szent Miklós, aki a gyermekek és a diákok védőszentje is, Mira városának püspöke volt. A legenda szerint élt ott egy ember, aki annyira szegény volt, hogy lányait nem tudta férhez adni. A püspök segíteni akart rajtuk, ezért éjszaka három zacskó aranyat tett a szegény férfi ablakába. A Szent Miklós napi magyar hagyományok német hatást tükröznek, korábban ezen a napon népi játékokat is tartottak. Az a szokás, hogy a gyerekek ablakba kitett csizmái reggelre megtelnek édességgel és ajándékokkal, körülbelül egy évszázados múltra tekintenek vissza a mai formájában. Nyíregyházán a Mikulás az adventi forgatagban is várja a gyerekeket, a városháza Kródi termében berendezett kiállítás pedig december 12-éig tekinthető meg. A látogatókat reggel 9 és este 7 között várják, hétvégente délelőtt 10 órakor nyit a tárlat. A 100 év karácsonyát bemutató kiállítás egy magángyűjtő házaspár anyagát mutatja be, a haza és külföldi különleges porcelánbabák mellett képeslapokat, betlehemet, karácsonyfadíszeket és mézes kalácsot is találnak a látogatók.